S láthatjátok, Quaknix lesz megint Greymane, Breeze hozta el ETC-t, Schwimpy vállalta magára Tychus-t, Wubé lett végül Ragnaros, és a legvégére Smeximus Lucioval áll be a sorba. Snitch lett most Tyrande, JP elé megint Stitches, Baker lett végül Regar, Zéliáé Dehaka, és Mené pedig megint Keldaszozni fog. JP elé és Menéjé állandó pick. Két mérkőzés alatt és harmadjára is elhozták, nagyon várom, mi lesz ebből. És GoGo Fanatic, GoGo Team Dignitas, sok szerencsét nektek. Lepjetek meg minket valami eszméletlen play-jel. Akár az utolsó mérkőzésnek lehetünk ma szemtanúi, de ha a Fanatic nyer, akkor lesz még minimum egy negyedik meccs. De az már fontos nem elfeledni, hogy a Dignitas választotta ezt a pályát. Úgyhogy szerették volna. Volt viszont egy nagyon miss hook. Breeze kerüli ki végül. Ha akaratlanul is, és ráugranak Jay-re. Elképesztő fókusz van rajta. És nagyon jól működik együtt a dupla support Baker és Snitch. Most a Fanaticé egy kicsivel jobb az XP, és érkezik a Shrine 1.45-nél. Kvakék pedig bele is kezdőnek nagyon-nagyon gyorsan. Akarnak egy kis előnyre szert tenni, de hát Bakerék ott vannak. És nagyon jó a Storm Shield. Aoe-ja is ötödbe is zsebelnek. De fönt van Dehaka. Szókolja a lane. És Quaknix ragad be, jó a stun Snitch-től. Úgy tűnik ő is megitta a célzó vizet a mai nap. De JPL beragad, és Breeze-től viszont elképesztő jó a stun. De közben elveszítik Ragnarost is, úgyhogy 1-1. A killek tekintetében a két csapat megy tovább. A Shrine gyűjtés 26-22. A 36-29, mellé megy a Stun Snitch-től. Így az első. Punisher, a Fanaticé, a CV-ját próbálják elhozni a srácok, de nagyon-nagyon kevés a HP-ja. Breeze-nek így úgy tűnik, a Shrimpy egyedül veszi az irányt a Punisherrel botlane felé, a többiek pedig szókolnak. Akármilyen effektivitással. Fél szint elvedett a Fanatic. Viszont ahhoz képest, hogy a Fanatic élet az első Punisher, egész jól tartja magát XP-ben a Dignitas, ez kell nekik. Viszont a húkok most annyira nem ülnek, mint az elején, Mené pedig elszámolja magát, és Breeze égjen ki, egész jó lehet, és végül Mené oda is adja nekik. Shrimpy pedig tol egy kis öröm hármas táncot, és nagyon cuki kis hangja van Snitch bagjának, ami amúgy most egy szív.
Érkezik egy könnyed botlane camp majd a Fnatic számára, és a Dignitas még nem nyúlt a campéhez sem. Hogy azzal lehet, hogy el kellene kezdeni valamit csinálgatni. Ellenben a Fnatic még a hard campjére is fókuszál most. És így mind három lénen birtokolnak egy campet. De ez viszont idézítésre lesz ítélve, majd a következő shrine-ra szeretnék ezt beaktiválni, Bakery pedig még csak most kezd neki. És Breeze pontosan tudja, elkergeti Bakeryt. Ez viszont idő kihagyás, de nem engedi Bakery, hogy visszamenjen HP-ra furra a campnek, Zilei pedig érkeznek, és ebből csata lesz, nem kicsi, de JPL messze van, és 5v4-ben Manny megint beragad, hát mit csinál? Manny! Megint hiba! A Fnatic pedig most dombol. És nagyon közel a level 10 viszont a Fnatic számára. Jay-eknek még most kellene húkolni egy jót. És lesz is húk. Aztán is nagyon jó, de Breeze nem szenved el sebzést, és az a Smexy DPS viszont elképesztő jó. Vagy smooth speed, elnézést. Könnyedén lecsészelik a lassú targeteket, és Smexy vissza is tudja lökni jó irányba. Úgy tűnik, hogy ez a meccs most nagyon jó döntés. A Luciót illetően elképesztő play. Visszatérhet a Fnatic viszont a játékba ezzel. Sound Barriert láthatunk, egy jó mospitet, Riot, Sulfurász, az Odin és a jó öreg Cursed Bullettet Greymane-től. Offenzív a Fnatic választása. A Dignitas egy picit le van maradva, és nagyon érthetetlen, hogy mindig az a csapat a nagyon gyenge, aki a pályát válaszza valamiért. Erre tudna valaki egy lélektant mondani. Hú, pedig jó volt. Mármint az ötlet, hogy hát ha valaki ott genkel, érkezett Snitch-től a stun is. De hát mivel nem volt ott semmilyen hős, kárba vészett a kombó, de van legalább egy jó camp a Dignitasnak, és megvannak a level 10-es talentek. Phoenix Adaptation, megint a lassítás hozza Jay, nem a kajálást. Mondhatom ilyen csúnya szóval, Starfall Snitch-nél, és Bakery pedig a Ancestral Healing mellett tette le a voksát, úgyhogy nincs Bloodlust-unk. Egy szint a Fnatic előnye. Talán először a három játék során a Fnatic vezet valamiben. Ideje volt végre felébredni 11 óra után egy kicsivel. De Jay-ék viszont most hamarabb helyezkednek a shrine-ra is, jogosan teszik, hiszen a többiek a Fnatic-tól összeszókolják a 13-at, és addig kellene annyi előnyhöz juttatni magukat a minionok tekintetében, hogy övék legyen a következő Punisher. És egy nagyon szép drag Zéliától falon át, mellé meccs sajnos, aztán a hook sem pontos Jay-től. Itt kijön két heroik, mind a Fnatic-nál bent van az összes. Itt talán hátrányban a Dignitas képtelen folytatni a harcot a shrine-ért. Így azonnal lefelé megy, de Haka is már szókolja is a botlane. Többiek pedig minden teszik ugyanezt, és egyedül hagyják Ragnaroszt, hogy intézkedjen a shrine-en.
mennek vissza hozzá. Társai védik, óvják, nehogy valami balul süljön el, és érkezik a Frozen Punisher. Talán búcsúzhatunk is a fönti top fort-tól. Nincsen offenzíva, vagy hát ilyen defenzív gondolat a Dignitas-tól. Betolnak gyorsan két turretet, meg van ezzel a 13. Így érkeznek gyorsan haza csapatként, és védekezniük kell, mert a Punisher elég nagy rombolást okoz Fanatikkal együtt, persze. Jó a beugratás, de JPL nem tudja dodzsolni a stunt, és végig vetik rá magukat nagyon gyorsan. Viszont nagyon szép a Phoenix menétől, így ki lehet zónázni a fanatikosokat, és már mennek is hazafelé. Valószínűséggel a midlénen egy camplopás lesz majd, és Jake ezt nagyon jól tudják. Lesz egy falon áthúzás, ha minden igaz. A pozíció nagyon jó, talán be lehet keríteni vele majd egy embert, és Breezék viszont nem csinálják. Sőt, arrébb is csúsz, és most jól lenne egy jó kis húk. Nincsen Power Slide Breeze-nél, így el lehetne kapni egy jó kis stunnal. Na mo, mire vár Jay? Húbiék érkeznek közbe. Ezt viszont túlszámolják, és nagyon szép a healing. Elképesztő a selfie-je JPL-nek, és kijön a Song Barrier. A húk megint rossz, és érkezik. Zilla is topról gyorsan dehakával, bár nem biztos, hogy kellett volna. Még 16-os szint előtt kellene a Dignitasnak tenni valamit. Ugye mielőtt a Fanatik megszerzi ezt a szintet, hiszen utána megint a talent előny a Fanatik oldalára kedvez majd. És azért a 16-tól a Dignitas kifejezetten messze van még. Ez lehet most megint a Fanatiknak egy kisebb előny, hogy uralják szintben az eredményt. És mindig ők vannak egy lépéssel a Dignitas előtt. És vannak annyira kemények, hogy elhoznak gyorsan egy kempet a Dignitas oldaláról, amire nem is nagyon jönnek a srácok. Nem is nagyon tehetik meg, hiszen már ott van a level 16. A Fanatikon is ott jön egy húk, jó rá, aztán a Dragi szintén jó, viszont mellé megy emiatt a Tornado és a Flame Strike. Így az egyetlen nagy bejövő DPS-e mellé lő. Így nem lesz elég sebzés. Egy kisebb miscommunication zajlott le a Dignitasnál. Jay-éknek pedig egy jó hookra lenne szükségük, hiszen 1v5-ben hiába a talent előny a Fanatiknál, bárkit meg lehet ölni, és jönnek vakkék, kitámadnak. Bent van még a Cursed Bullets, nincsen van közben a healing, és beszarult Tirandével. Talál valamennyire Bubinak a szulfurásza, így könnyedén hozzá kell Snitch-et. És egyet kell, hogy értsek azzal, hogy valamiért Bakerinek a Tirandéjét, bizigaz, jobban kedveltük. De ugye mivel ő a main support, mindig ő kezeli azt, aki healer rendelkezik, vagy több healer. És nincs nem igen szokta játszani a Regárt, bár ha jól tudom, régen ő volt az egyik supportja a Dignitasnak, még nagyon az elején. Még karrierem elején. De aztán rollt váltottak a srácok. És úgy tűnik, hogy megérte, hiszen nagyon jól vezetnek, és Jay-en van megint a fókusz. Hallottuk a Cursed Bullet hangját. De hát azért Bakery még könnyedén kihíreli, hiszen nem volt itt az összes Fanatik játékos. És érkezik az Arcane Punisher. És egyedül a Keep van már csak. De megint jó nagyon a Phoenix, lehet húzni bele az időt.
És látjuk közben Vubitól a Molten Core. Snitch lehet bajban. Ső, mit csinál Vubi? Elképesztő! Távolságból öli meg egyedül Snitchet. Atya ég! Micsoda szulfurász! Az igen! Vubi a harmadik körembere, és Menét is sikerül megölni. Itt lehet a vége, és Breeze pedig kettő embert most spitel a Dignitasból. Jön a Sound Barrier, és ez elég lesz arra, hogy befejezzék a mérkőzést. Atya vég! Nincs vége, 2-1 ezzel. Még mindig a Dignitas vezet. De a Fanatiknak itt egy reménysugár. Gyönyörű játék, és Vubi egyedül lekerizte itt a végét. Az igen, gyerekek.